Sokkal jobban vagyok, köszönöm. Most már 5 hét állt át a műtétem óta, úgyhogy hétfőn megyek vissza a Balogh Péter doktorhoz, és adja tovább utasításra, hogy hogyan tovább. Mikor lehet legközelebb téged a pályán látni? Én úgy gondolom, hogy ez egy elég komoly sérülés, ami mögöttem van. Szerintem egy 3-4 hónap még 100%-os tudok lenni. Hogy tetszett a pálya széléről a mérkőzés? Azt hiszem, hogy drámaibb nem is lehetett volna. Egy sportolónak mindig ez a legrosszabb, szerintem az, hogyha a pálya széléről kell néznie. Én úgy gondolom, hogy a fiúk mindent megtettek, tényleg a közönség is a csapat mellett volt, és hát örülünk a 2 pontnak. Vége előtt 4 órával, ugye 5 góllal mentek a spanyolok, utána történt egy fordulópont, úgymond, és sikerült megfordítani a mérkőzést. Szerinted mi volt az, amivel a maga javára tudta fordítani a csapat a mérkőzést? Én úgy gondolom, hogy most az mindenki látja, hogy nincs jó formában a csapatunk, egy kicsit hullámvölgybe kerültünk az utóbbi 2 mérkőzésen, nem tudtuk azt hozni, azt játszani, amit a mi csapatunk tud. Úgy gondolom, hogy szívvel élekkel küzdöttünk, 8. emberként állt mellettünk a közönség, és ez hoztatta azt, hogy a 2 pontot be tudtuk húzni, és így másodikként tovább tudtunk menni. Igen, a továbbiakban ugye jó sorsolással, akár idézőjelben könnyű ellenfél is jöhet, meg ugye ennek ellentétje, hogyha mondjuk a Szeged csoportjába jön, akkor nehéz. Mi várhat rátok talán még itt az elit sorozatban? Meddig lehetne menetelni? Hogyha lesz egy kis szerencsé, akkor úgy gondolom, hogy a csapatunk képes arra, hogy akár a 4-be is bejusson, de tényleg ez még a jövő zenéje. Most mindig csak arra kell koncentrálnunk a következő mérkőzésre, bízunk abban, hogy tényleg most egy olyan sorsolást kapunk, ami kedvezőbb nekünk. Eddig most 3 éve sajnos tényleg a csapatunk mindig megkapta a legerősebb ellenfelet. Most reménykedjük abban, hogy nem így lesz. Mondtad, hogy a sportolónak a legrosszabb, de hétvégén egy újabb rossz napod lesz, mert jön a Szeged. Mit várhatunk ott a Veszprémtől? 2 csapat nagyon jól ismeri egymást, és ugye legutóbb kigaptunk Szegeden, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a fiúk össze fogják szedni magukat, és hát teljesen más nem is fogadható el, mint hogy győzelem. Nagy csatát várok, Szeged egy nagyon jó küzdő csapat. Igazából nüanszok fognak múlni a mérkőzésen, sok újat nem tud a 2 csapat egymásnak mutatni, úgyhogy csak győzelmet vár. Akkor azt mondta, hogy szakít a sorozattal a 2 csapat, mert ugye Veszprémét az elmúlt években az elég nagy különbségű győzelmet aratott a hazai csapat, tehát most egy szorosabb csatát vert? Én azt mondom, hogyha tudunk, a saját játunkat tudjuk játszani, és tényleg ráöltetjük a Szegedre ezt a rohanós játékot, bár ne kapkodjunk, hogyha tényleg zicserig fogunk játszani, okosan játszunk. Én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal hosszabb a kispadunk, minőségibb cseréink vannak, úgyhogy hazai pályán csak a győzelem elfogadható.